Hello mindenkinek, Ryder vagyok, visszatértünk a Dark Souls 3 végigjátszásunkhoz. Itt lazulunk épp a Drangleic Castle bejáratánál gyakorlatilag, mondjuk úgy. Hiszen azt mondtátok nekem egészen pontosan, Coolman, hogy hey Ryder, ezt az itemet ezt itt vedd föl, nem fogod megbánni, mert ez egy Undead Bone Shard lesz. És az is volt, köszönöm szépen. Tényleg nem bántam meg, itt nincs semmi, pedig olyan nagyon úgy néz ki, ez egy olyan hely, ahol lehetne úgy igazán valami. Oké, jó, akkor menjünk. Folytassuk az epizódot ott, ahol abba hagytuk. Ugye a múltkor. Nos, hölgyeim és uraim, aki nem tudná, aki nem emlékezne rá, az előző epizód végén, nos, meghaltunk itt a Grand Archives-ban. Viszont az út nem olyan hosszú vissza oda, ahonnan jöttünk. Szóval, vagy bocsánat, ahol meghaltunk, hiszen ugyebár a rövidítés azt megnyitottuk, ami tök király, ezért vannak, ezért léteznek a rövidítések. Fuck you. Kijutottam királyság. És akkor ma haladunk tovább. Ma igazából haladunk tovább. Wow, ez szemétség volt egy kicsikét. Volna alakítani a pajzsomat simple pajzsá, viszont az sajnos nem lehet, hiszen ugye különleges mágikus ereje van, mivel hogy visszatölti a HP-nkat, visszatölti a staminánkat gyorsabban, itt haltunk meg ennél a tesónál, de most nem fogunk, most nem tervezzük. Wow, buffoltam, nem zavar? Basszátok meg. Mivel van 20 darab émbőrünk, nyugodtan használhatunk egyet. Ez nem titkos fal? Pedig, ha én titkos fal lennék, akkor ez lennék. Mellesleg találtunk valahol még egy Undead Bone Shardot, azt pedig most elégettem Majulában. Amikor ott voltam utoljára. Mert ugye oda kerültem valahogy. Fuck you! Nem! Mint mondtam, nem. Egy Light Titanite Shard. Ez kellett nekünk, ez az. Ez kell nekünk a Light Titanite Shard. 2 darab Titanite Chunk. Hey, Gargoyle. Hey, oh, Gargoyle. Álljunk már. Azt akartok mondani, hogy nem erre kell menjek? Ilyet még csak ne is mondjatok nekem, jó? Mi vagy, ha megütöm a király Gargoyle-t, akkor mi lesz? Szóval meghaltunk egy bónusz területen gyakorlatilag, ezt akartok mondani. Jó, remek. Még mindig vaxos a fejünk, jó. Zsír. Az sose árt. Akkor erre fele kell Jaj, jó! Persze, igen. Oké. Erre nem akarok annyira tovább menni. Nem kell, tudom, már nem kell annyira a vax. Viszont ez most egy érdekes harc lesz. Na basz ki! Yeah, dupla buff! Ez kell nekünk. A dupla buff. Szóval, ha memóriám jó, már pedig hangok. Már pedig igen. Akkor ez itt egy olyan harc lesz, ahol egyszer fogunk megküzdeni. Hárman! Wow! Mert úgy nem elég nehézkes, hogy egyszer csak egy valaki éltetek. Mi lenne, hogyha hárman lennék? Hello, nekem is van ilyenem. Au, Jézus! Oké, na most, hogyha... Te nem... Ú, Jézus! Rip! Ezt akartam mondani, hogyha te nem... Goldwing Crest Shield. Még egy ütés. Jó, köszönöm. Au, oké. Jó, hát ez... Ez eddig nem megy olyan nehezen. Te mivel mindig Gotthard, csak... Nem. Oké, darabok... Hé, ez személyiség volt. Darabok törnek le a kontrollerről. Éreztem. Aha. Egy kicsit darabka a bal karról letört, semmi baj. Onikiri Ubadachi. Valamint... A Sage's Crystal Staff. Oké. Szóval ez korán sem volt olyan... vészes, olyan nehéz, mint amire emlékeztem. Mikor itt jártam, akkor sokat szenvedtem valamiért ezzel a területtel.
ezzel a bizonyos helyjel. De most nem. Ami nagyon-nagyon zsír. És igazából az az igazság, hogy ha jól emlékszem, akkor most már kb. Vissza is, illetve el is értünk majdnem, majdnem oda, ahol a következő boss van. Na most nem akarok a következő bosszal harcolni, leginkább azért, mert az utolsó Lord of Cinder. És attól tartok, hogy nem emlékszem pontosan, hogy akkor lehet, hogy el leszek teleportálva, amúgy most már megnyitottuk ezt a rövidítést. Szóval attól tartok, hogy el leszek teleportálva, és itt nincs semmi az alján, a picsába. És akkor be kell fejezni a játékot. Nem hiszem, hogy ez a helyzet a játékkal, de értitek. Inkább csak felmegyünk, azt a helyet ott kicsikét megtisztítjuk, és utána pedig megyünk tovább. Megyünk a bónusz területekre, bocsánat. Eljutunk a rövidítésig, de felszük a másik Titan egy szelebet. Mennyi? Hú, van két léleknyi lelkünk, igen. Ne. Faszombat. Oké, és na most. Hát nem is kell feljük a Titanic szervet, hiszen ha feljövünk ide, nincs semmi, ami össze tudjuk tölteni az FP-t, igaz? Hát Hidden Blessingünk van. Ha feljövünk ide, akkor ez egy kicsike extra terület, és itt meg kell ölni három tesót, és hogyha megöltük a három tesót, akkor kapunk egy Titanic szervet. Csak egyszer, igaz? Csak egyszeri alkalom, de kapunk. Na most, engem az érdekelne, hogy zöld tesó még vajon éle? Mert eddig nem látom sehol sem erre. Zöld tesót. Oké, gyertek, jó? Három darab Vignight. Viszont tök király, mert nem jönnek egyszerre. Most bókoltam, hogy nem jöttök egyszerre, és tök király. Szóval légy szíves, ne gyertek egyszerre, hogy ne legyen nehéz az életem. Áó. Csak hátba akarok támadni. Mondom, csak hátba akarok támadni. Ez komolyan, ez backstab volt, már meg se haragudj, ó, baszki. Ez pedig valami AOE, amit nem szeretek annyira. De ki lett dolcsolva, mint állat. Hadd támadjak már hátba, kérek szépen. Áó. Köszönöm. Na baszki. Nem akartak megdobni, ne haragudj. Tudom, hogy tiszteletlenség volt. Nem akarta. Wow. Egy kurva nincs, ahogy hallod. Ahhoz képest, hogy kövér is. Szóval itt hihetetlenül jól lehet lelkeket farmolni, de tényleg. Tehát, hogyha megnézitek, egy ilyen lovagért, egy ilyen Vignightért kaptunk 13 ezer lelket. Ezt akárhogy számolom, és ugye hárman vannak, azt akárhogy számolom, ez rengeteg sok lélek, főleg, hogyha megtanulja az ember hátba szúrni őket. Amit én természetesen nem tanultam meg. De hogyha így megtanulja, akkor az ő Totesz király lesz. Áó. Nem? Komolyan. Gyerünk hátba. Még egy ütés ripni. Köszönöm. Nézzétek, hogy 13 ezer lélek is, ugye. Semmiféle buffal. Szerezhetünk volna hozzá valamit. Tehát ez alatt azt értem, hogyha például felveszünk a gyűrünket, vagy valami hasonlót, akkor sokkal ugye több lelket kapnánk a megölésükért. Háó. Igazából meglepően nem is ütnek olyan nagyot. És így már Titan egy slab, valamint egy Large Titan egy shard. Ami mind a kettő elszméletlenül fontos, valamint hogy ott, mint egy Astus shard van. Jól emlékszem.
Igen, nagyszerű. Egy Estus shard. Egy Estus flask shard. Az én időben az még Estus flask shard volt. Nem csak Estus shard. Nem tudom. Tehát jöttek ugye változások ebben a, ebben a játékban, de mármint úgy értem, hogy valaki varázsol. Úgy értem, hogy a Dark Souls 1-hez képest ugye megtartottak pár Dark Souls 2-es dolgot, és nem tudom pontosan, hogy mennyire örülök egyes dolognak ezek közül. Például értsétek ez alatt azt, hogy ilyen sárokat kell szerezni, meg hasonlókat. Nem tudom, hogy az mennyire jó design, vagy hasonlók. Eddig úgy vagyok vele, hogy eddig semmi bajom, eddig szerintem totál elmegy amúgy. Mivel, hogy ugye tudjátok, hogy bunci vagyok, valljuk be, felszeretném dobni ezt a Ring of Sacrifice-t. Azért nem akarok három szintnyi lelket elveszíteni, véletlenül sem. Mármint Jézus Isten, a Ring of Sacrifice miatt Hunter's Ring. Ring of Sacrifice miatt nem tudunk gyorsan gurulni, komolyan. Tessék, Lightgauntlets. Most már igen. Igazából le akarok itt menni. Tehát ott, ahol vannak azok a kis dolgok, és akkor nem tudom, hogy mennyire fogjuk túlélni. Remélhetőleg nagyon. Remélhetőleg nagyon. Jó, tudom, hogy hova kerülünk itt, igen. Oké, egyáltalán kell ez nekünk. Baszki. Ez egy trip. Oké. Szóval itt volt valami? Vajószerűség. Divine Pillars of Light. Az nem egy varázslat, ez egy külön varázslat, vagy... igen, ez egy külön varázslat. Igen, szóval ezt csinálják a ezt csinálják a Wing Knight-ok. Lehet, hogy ez ilyen... és ez hülyén fog hangzani, lehet, hogy valami Wing Knight gyár, vagy ha nem is Wing Knight gyár, de minden esetre volt itt Wing Knight valahol, valamerre. Hiszen lehet, hogy foglyú volt tartva, vagy valami hasonló. Hiszen nézzétek meg, tele volt minden tollakkal. Ha az nem jelzés arra, hogy... á, igen, igen, tudtam. Baszki! Ha az nem jelzés arra, hogy hé, itt voltak Wing Knight-ok, akkor nem tudom, hogy mi az. Fú, de ucsmány dolog vagy. Mert meg se haragudj. Ezt le tudom rúgni, igaz? Descend. Itt fel tudok ide? Itt fel tudtam volna valahogy ide jönni? Ne csináld. Világéletemben nem így jöttem ide. Világéletemben nem így jöttem ide, de hát igazából nem gáz szerintem. Ezen erről is kicsit Larry, hogy titkos fal kéne legyen. De nem. Oké, okay, szóval így hirtelen semmi más nem látok, ami... ami jó, jó lenne, idézőjelek. Ami bónusz lenne itt nekünk, csak az az egy varázslócsiga. Varázscsiga, mutatjuk azt is. És más semmit. Ó, hol vagyunk? Jó, ez innen fun. El vagyok tévedve, egy kicsikét. Ó, várjunk csak, lootok. Lootok. Három darab Twinkling Titanite, valamint egy Divine Blessing. Érdekes, hogy azért vannak még ilyenek, hogy Divine Blessing és hasonlók, viszont nincs olyan sok, mint például a Dark Souls ugye kettőben. A kettőben gyakorlatilag mindenből lehetett mindenfélét kajálni. Én itt most nem járkálok ennyit. Oké, szóval pontosan itt voltunk az előbb, és ugye arra fele mentünk, ott megcsináltuk mindent, amit meg lehetett. És akkor most menjünk igazából fel, gyakorlatilag még feljebb Lothric Castle-be. És nézzük meg, hogy mit rejteget. Gyorsan csekkoljunk egy pár itemet, sehol semmi. Na most... ezek csak sima kis katonák, és ezekkel nincs is nagy gáz. Főleg, hogyha ezzel tudunk náluk sebezni valamiért, valami oknál fogva. Viszont fentről már jön az erősítés, ami már kicsikét problémásabb. Titanite Chunk! Te dobsz Titanite Chunkokat, komolyan!
Hát ez korábban egy kicsit felkened, haver. Meg se arra úgy. Oké, te elég korán keltél fel ott. Ott a sarokba. Te is. Azért... Lecsinyetlen egy Charlie. Azért be kell valljam egész szépen. Hát nézel ki, mondjuk úgy. Aki csak ti vagytok? Oké. Okay. How? Bakker, jön a black fekete fehér knight. Oh fuck. Oh fuck. Nem akarja feladni. Tot ezt nem akarja feladni. Jó, tesó, jössz. Én nem bánom, hogyha jössz, csak akkor gyere. Jó? Ne szarulszunk. Oké, okay, jössz el. Jössz. Jó. Cool. Eddig jössz? Azt hittem, hogy tovább jössz egy kicsikét. Oké. Okay. Hát most tánakok még mindig. Mindig mennek nagyon. Ettől féltünk ennyire? Ettől féltünk ennyire, az Arch Titan egy shard, jó? Valamint ő jön még, és akkor igazából... Rotary Castle-el kb. Megvagyunk. Kb. Megvagyunk totál. A Light Crossbow valamint... Még egy Titan egy chunk. Mert a Titan egy chunkokból sosem elég. Wow! Bakker. Egyszer csak egyik ötök jöjjön, jó? Csak te. Azért mondom, ez túl egyszerű volt. Valami éreztem, mint valami zavar van az erőben. Oké, igen, buffolj meg, jó? Aztán gyere is, harcolj meg velem, jó? Küzd meg velem, mint férfi. Gyere. Ne menj sehova. Gyere, ez az, gyere. Oké. Okay. Cool. Majdnem meg vagy halva. Ügyes volt, de nem volt elég ügyes. Látsz el tenni valamint egy Ember. Gyere! Tudom, most buffolni fogsz, tudom. Mindenki tudja, hogy szeretek buffolni. Én is szeretek buffolni. Tudom, hogy meg is buffolok én is. Nem ér buffolás közben támadni. Az izé etikett sértő. Párbeltiket. Vagy valami hasonlók. Félek, hogy jön a tesód. És elleszünk picsa. Elleszek picsát, hogy ketten vagytok. Ugyanakkor te is eléggé ellesz. Ahol nem tesód, visszafordult. Na! Most ilyenkor mit csinálsz, amikor visszafordul az egyetlen segítséged? Fuck you. Azok ki, hogy meghalsz, mit csinálsz? Oké. Okay. Ettől tartottam én, igazából. Már nagyon nincs miért. Large Titan egy sár. Hát én nem vagyok az a jó matekes, de akár is számolom, ez már majdnem 4 darab szint, amit tudunk vinni. Tudunk növelni, vinni. Aki okay, szóval az érdekelne, hogy igazából kiket tudunk megidézni erre a boss-t. Sőt, most nem is fogunk tudni, azt hiszem. Mert hogy ugyebár még nem aktiváltuk a boss-t. Semmi baj, majd akkor később aktiváljuk. Most igazából egy picit csináljunk valami mást. Ezzel alatt azt értem, hogy ugyebár látogassuk meg a másik területet, ahol még nem voltunk. És akkor úgy király lesz a dolog igazából. Na most ez visz le minket oda, ahol azt hittem, hogy ugye nincs már itt semmi. Vagyis aktiválni kell ezt a liftet. Azt hittem, hogy ez visz le oda, nem. Vagy értitek fel. Ez oda visz gyakorlatilag a bosshoz. Viszont, hogyha itt nem megyünk, ugye itt lesz a Titanite slabünk,
Ami annyira nem kell, az az igazság. Annyira már nem kell, de... Hé, inkább legyen, és mondjuk növeljük az íjunkat, vagy a... Bocsánat, a Pyromancy Flame-ünket, annak kell. Tetenetsz le, oké. Mint hogy ne legyen, és akkor... Értitek. Értitek a problémát. Oké. Ezt így mindjárt beaktad, mint állat, hogy menjen tovább fel. Vagy le, és akkor jön le a felső. És mehetünk vissza igazából a Phyronix Shrine-ba. De csak kaptunk volna a lelket, vagy valami számlát, valamit. Azt tudom, azt mindenki tudom, ugye totál nem kellett ez a gyűrű, de ugyebár jobb félni, mint megijedni. Igen, úgy, á. Az erdő titka. Oké. Okay. Szóval, mi lenne, hogyha növelnéd a pajzsomat? Mondjuk így. Nem növel olyan sok mindent, de hát Istenem, legalább elmutatjuk azt, hogy van egy 10-es pajzsunk. És mi lenne, hogyha növelnéd a Pyromancy-nket? Reinforce Pyromancy Flame. Tehát ez se, a spell buffon ez se változtat. De legalább elmutatjuk magunkról, hogy hé, növeltük a Pyromancy-nket. Jó, akkor szinteket fogok lépni, és utána tényleg megyünk oda, ahol már egy ideje megyünk. Tehát nem is mondom, hogy vissza a Vendez Souls. Nagyon feljebb szeretném tolni igazából a Vitality-t. 1, 2, 3, az úgy bőven jó lesz. Oké. Okay. Akkor majd ott találkozunk. Oké, okay, és szóval ez egy picit sokáig tartott, amíg megtaláltam. De ugyebár itt vagyunk, Irithyll Dungeon-ben. Emellett a sárkány mellett gyakorlatilag. És itt vettük fel ugyebár a Dragon Torso Stone-t. És hogyha itt benyomjuk a Path of the Dragon-t, amit ugyebár Osirius-tól tanultunk, Osirius után tanultunk, akkor csodák fognak történni hamarosan. Pont van egy hely. Pont van egy hely nekünk. Oké, szóval nem tudom, hogy kerültünk ide, mi volt a mágiája, de ide kerültünk, és ez nem más, mint Arch Dragon Peak, és ezeket a köveket fel tudjuk borítani, hogyha nagyon-nagyon vandálok akarunk lenni, akkor totál fel tudjuk őket borítani. Na most itt van a játék egyik legnehezebb bossza, de tényleg az egyik legnehezebb az egész játékban szinte. Lehetne arról vitatkozni, hogy nehezebb, mint az utolsó boss a játékban. És lehet, hogy azt mondtam már, hogy igen. Nehezebb, mint az utolsó boss a játékban. Majd hamarosan látni fogjátok, nem ma. A következő részben talán Lightning Gem, hogy csinálhassunk villámokat. Villám. Villám. Kettő darab honvárból. Igen, ez a hely tele van kedves varázsló tesókkal, akikkel igazából ki lehet oly módon tolni, hogy egyszerűen csak átfutunk rajtuk, és megpróbálunk közben nem meghalni, valamint elkerüljük a rakétát, ami igazából csak egy ilyen láng golyó, ránköpés, rakéta. Yeah, invincibility, fuck you. Fuck you. Baszki, mondom, fuck you. Fuck you. Oké. Okay. Tehát egy chunk. Ezt még soha nem vettem észre igazából, de ott van a hold. Ami nagyon érdekes, szerintem, mert ott van a nap is. Szerintem ez így tök érdekes és tök király dolog. Egy amber. Oké. Okay. Bonfire lit. Nagyszerű. Jöjjünk le. Menjünk fel.
És akkor haladjunk még tovább. Haladjunk még tovább. Ez pedig szólva Nameless Soldier. Jó. Titan egy chunk. Titan egy chunk. Most azért jöttünk ide, többek közt. Megöljük azt a nagy tesót ott. Nagy tesót, aki egyáltalán nem szimpi. Baszki! Ez nagyon-nagyon sok. Istenem, mennyi HP-d van neked? Az összesen kívül, persze. Az érdekel engem, nem az, hogy az összes, mert azt tudjuk, de azon kívül mennyi HP-d van még. Még egy Titan egy chunk. Nem, mintha nem menne elég, de hey, ez sose árt. És... Hát azt hiszem, hogy van egy... Nem, csak egy ilyen tesó van még. Ja, kőtesó még nincs. Az... baszki. Azok majd később jönnek. Jó. Ez pedig nem más, mint egy Lightning Clutch Ring, ami ugyebár növeli a Lightning sebzésünket, de csökkenti a védelmet. Jó. Na most bebuffolok, nagyon nem kellene. Amúgy, amíg otthon voltunk Majulában, addig elnyomtam, amit Andréval megcsináltattam, az Estus shardunkat is, valamint ugye elégettem az Undead Bone shardot. Oké. Okay. A bossra fel. Hello! Ow, fuck you. Ancient Wyvern, fuck you. Szóval nem akarok belekötni a játékba, de úgy gondoltam, hogy ezt csak simán meg kell küzdeni. Nem. De ez később majd ki fog derülni, illetve hamarosan. Ez a ez a boss gyakorlatilag egy kis versenyfutásszerűség. Úgy is fogalmazhatnánk. Meg fogsz halni, tesó, meg fogsz halni. Nem is viccelek, meg fogsz halni. Hát ott tesód meghalt. Neked csak időkérdés, és meg fogsz halni. Hát így gyakorlatilag ennyi a feladatunk. Hú, nekem kellene az a loot. Már szerintem, nem értem meg, nem értem meg. Nem olvastuk el az üzenetet, de azt írja, nem mondom nektek, azt írja, hogy gyenge pont, fej. Tehát gyakorlatilag ennyi a dolgunk, olyan pozícióba kellene kerülni, ahol meg tudjuk sebezni az Ancient Wyvernnek a fejét. Ez lesz a célunk. Csak közben, ugye megy a harci zene, valamint rájuk kell vigyázni kicsikét. Új Jézus. Baszki. Túl sok a stunlag. Fuck you. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál. Lényegében itt most ez a célunk. Hogy mindig el legyünk tőle bújva, a Wyvern elől, de attól még ugyanúgy tudjunk sebezni, mint állat. Igen, láttalak, láttalak, ne aggódj. Jobban kell lenni, jobban kell bújdogálj, tesó. Ugye, try plunging-etek, szóval... Le van az írva, mondjuk úgy nekünk, hogy hé, ezt kéne csinálni. Már csak nem kell hülyének lenni, és kell alkalmazni. Mert nagyon király, hogy... oké. Okay. Hogy a Wyvern sebez mindenkit. Wow! Komolyan. Hát a Wyvern az totál sebez. Baszki. Nem. Nem! Hallod, be fog jönni a Wyvern. Nem is viccelek, be fog jönni a Wyvern, és meghalunk. Te is, meg én is. Oké, okay, meghaltál, köszönöm. Jön a Wyvern, jön a Wyvern. Nem mondta, hogy nem szóltam. Mert szóltam. Mit mondtam neked, te szavar? Mondtam, jön a Wyvern, nem? Akkor ahhoz tartsd magad, hogy jön a Wyvern. Jön a Wyvern! Wyvern, akármi. Fuck you! Oké, okay, mász fel, gyorsan mász fel. Lép mi. Nem érünk rá most laggolni. Oké, okay, azt hiszem, hogy most már abba hagyta a keménységet. A keménységet, a keménykedést. Ja, most... Wow! De ahogy hagyta. Oké, okay, viszont innen már csak rá kell ugrani.
a fejére. Csak gondolom, hogy szarabbak ilyen hagyja a lövöldözést. Hagyd abba, tesó. Hú, azt hittem, hogy mellé fog menni. 7000, 8000 valamennyi HP-em van, 8200. Oké. Okay. Type plunging attack. És megkaptuk a Dragon Headstone-t. Nagyszerű. Ó, és leszünk teleportálva. Igen, igen, igen. Oké. Okay. Hát a lootokat meg szerettem volna szerezni, de akkor ezt majd egy másik epizódban fogjuk megtenni. Egy picikét. De igazából nem értem, hogy miért leszünk el teleportálva, mert át tudunk fizikailag menni arra a másik helyre. Lehet, hogy azért, hogy ne legyen unalmas, gyakorlatilag járogatás a játék, értitek? Ne járjunk olyan sokat. De igazából át tudunk menni fizikailag a két hely közt. Rengeteg-rengeteg lelket szereztünk. Szóval, ha tetszett a mai videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít, valamint, hogyha újak vagytok a csatornán. Én azt hiszem nektek, hogy iratkozzatok fel. Rider voltam, hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!